Magyarországon még nem nagyon van arra példa, ami például most nem régiben az AEVES kapcsán, amikor bedobtak egy banánt a pályára, és azt a szurkolót azt kiemelték, és egy egész konkrétan kitiltották örökre a stadionokból, de a Bundesligában is volt példa arra, hogy helyhitlerezett egy drukker, és 6 évre kitiltották a stadionból. Ez elég visszatartó erőnek tűnik, mert sokkal visszafogottabbak a lelátókon a szurkolók, mint Magyarországon. Ön szerint Magyarországon miért nem sikerül valamiféle áttörést elérni, hiszen a klubok is és az MLS is elkötelezettnek mutatkozik az antirasszista küzdelemben? Hát kicsit le vagyunk maradva a jogfejlődéstől, és vannak nálunk szerencsésebb országok, de nagyon már nem maradtunk el, mert 2013. július 1-től módosult a büntető törvénykönyv, e vonatkozásban is belépett egy új rendelkezés, pontosan a sportrendezvényről történő eltiltással kapcsolatosan, aminek a legrövidebb tartama Magyarországon 1 esztendő, a leghosszabb tartama pedig 5 esztendő. Tehát, hogyha valaki olyan garázda, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos magatartást tanúsít stadionban, vagy stadionban menet, bármilyen rendezvényről jövet vagy menet, és nem ítélik egyébként bűncselekménnyel összefüggésben szabadságvesztésre, akkor is megkaphatja ezt a büntetést. De ha elkövet más cselekményt, akkor ez a bizonyos 1-től 5 évig terjedő kitiltási időszak csak akkor kezdődik, amikor ő már kitölti az esetlegesen vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést. Tehát összefoglalva azt kell mondanom, hogy vagyunk, már mi is vagyunk, haladunk és jó irányba, és én azt gondolom, hogy ennek tényleg sokkal nagyobb a visszatartó ereje, mint csak fenyegetni őt azzal, hogy majd bevisszük a rendőrségre, aztán másnap kiengedik. De jól hallottam, hogy ez már hatályban van, ugye, 1 éve? 2013. nyara óta hatályban van, valóban most már 1 esztendeje, tehát ezt a bíróságok alkalmazhatják azokkal a garázda elemekkel szemben, akik nem tudják, hogy hol van a kulturális szintje egy szurkolásnak. Én még lehet, hogy az én hibám, én nem hallottam ilyen jellegű precedenst, de eddig is lehetősége lett volna a kluboknak kiűzni azokat az elemeket, akik nem odavalók, hiszen jogában állt a klubnak kitiltani bárkit. Van olyan klub tulajdonos, aki egyébként megteszi. Ön szerint miért nem lépnek föl keményebben a renitens szurkolóikkal szemben? Különösképpen azért is kérdezem ezt, mert hogy ez a többi drukkert is zavarja. Tehát aki rendezvényt szervez, és ez legyen egy sportszervezet, vagy legyen egy egyesület, az köteles a rend fenntartásáról gondoskodni. Ha a rendet megzavarják, az rendzavarás. A rendzavarás eddig is szabálysértés volt, tehát vagy a rendészek, vagy a felkért rendbiztosítók, vagy maga a rendőrség igenis köteles eljárni a rend megzavaróival szemben. Azt kell megnézni jogászemberként, erre kell odafigyelni, hogy hol húzódik a társamra veszélyesség szintje. Ha a társamra veszélyesség szintje alacsonyan van, akkor valószínűsíthetően az elkövetőkkel szemben szabálysértési eljárást fognak lefolytatni. Ha a társamra veszélyesség szintje ennél jóval magasabb, elér más szintet, például a közösséget sért, akár másik bűncselekmény is megvalósulhat, akkor a rendészeti szervek fognak eljárni a magyar állam büntetőjogi erejével. És akkor már szigorú büntetések lesznek, amelyeknek a visszatartó ereje egészen biztos vagyok benne, hogy egyértelmű. Tehát a büntető törvénykönyv önmagában egy ultima ratio, és semmi összefüggés nincs, szoros összefüggés a rendészettel és a rendezvény szervezéssel. A rendezvény szervezéssel kapcsolatos a renitensek kiszűrése a rendezők feladata, tehát igencsak helyes az a klub eljárás, amikor is az ilyen renitens magatartást tanúsítókat nem engedik be a játékra, nem vehetnek részt ezeken a szurkolásokon, ez az egyik, ami velük szemben eljárás, de ha még ehhez képest túllép, és társamra veszélyes magatartást tanúsítanak többen, például csoportos garázdaságot, akkor velük szemben a büntető törvénykönyv teljes szigorával kell eljárni. Közösség elleni izgatás miatt is föl lehet lépni egy ilyen foci meccsen? Előfordulhat, közösség elleni úszítás, most ennek a pontos megjelenítése, és ez is 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha és csak amennyiben a büntető relációját vizsgáljuk. De változott a polgári törvénykönyv is, tehát érdemes a jogfejlődésre odafigyelnünk. A polgári törvénykönyv pedig megadja azt a lehetőséget, hogyha valaki
olyan sérelemér, személyiségi jogi sérelemér, amely lealázó, lealacsonyító, akár egy etnikai, nemzeti, faji csoporttal kapcsolatosan, ők fölléphetnek ez ellen polgárjogi értelemben, és súlyos kártérítést követelhetnek az elkövetőkkel szemben, sőt arra is van lehetőség, hogy az ügyész lépjen fel polgárjogi értelemben, és arra is van lehetőség, hogyha valaki annak a közösségnek a tagjának érzi magát, akár faji alapon, akár etnikai alapon, akár vallási alapon, akkor 30 napos jogvesztő határidőn belül az elkövetéstől számítva ő is indíthat polgári peres eljárást, ha is amennyiben meg tudja jelölni az elkövetőt. Ezért szerintem az a helyes megoldás, hogyha a rendészek és a klubok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az ilyen magukkal nem bíró szurkolókat lefotózzák, videóra vegyék, megnevesítsék, kiemelhetővé váljanak, azonosíthatóakká lesznek, és abban a pillanatban ki vannak téve a jog teljes szigorának, az általam eddig említett büntetőjogi következményeken túlmenően súlyos pénzügyi következményekkel járó polgárjogi következményekkel is számolnia kell a magával nem bíróval, tehát sokkal jobban jár a magával nem bíró, ha beilleszkedik a rendszerbe, és megpróbál úgy viselkedni szurkolóként, ahogy normál emberihez illik. A foci eszközeivel nem lehet ez ellen harcolni? Én azt gondolom, hogy ez is egy megfelelő eszköz, ez a rendészeti magatartásokon túlmenően, ez már a játékvezetői felelősség, hogyha nincsenek biztosítva annak a játéknak a biztonságos feltételei, és a játék szabályok felett a bíró dönt, a bíró igenis eljuthat arra a pontra, hogy figyelmezteti a magából kikelt szurkoló közösséget, a rendéknek szól, a rendészeknek, hogy próbálják meg befolyásolni, megszakíthatja a játékot, fel is függesztheti egy bizonyos ideig a játékot, és le is fújhatja a mérkőzést. Hozzáteszem, ennek van egy ilyen fokozatossága, ami nagy nyilvánossággal összefüggésben biztosan ki fogja váltani a közönség haragját, és sajnos sújtani fogja azokat az ártatlan, hogy mondjam így, vétlen szurkolókat is, akik szórakozási célból mentek ki egy fotballmérkőzésre, és 10-15 magával nem bíró ember miatt megfosztják őket a szórakozásuktól a pénzükért. Következésképpen hatalmas veszteség éri őket, és itt van a közösség ereje. Ezért tartom én rendkívül fontosnak, hogy a normális szurkoló, aki szórakozni, buzdítani megy ki egy futballmérkőzésre, és az izgalmi állapotot szereti fokozni, az megmutassa ezeknek a garázda elemeknek, hogy hol a határ, mert nem fogja eltűrni, hogy neki ebből különösebb hátrányai keletkezzenek. A szombati mérkőzést például hétfő délután fogják lejátszani, amikor ő már nem tud elmenni szurkolni a kedvenc csapatának. A gyermekét pedig nem akarja kitenni egy egészségesen nevelő szülő olyan hatásoknak, ami egy futballpályán érheti őket. Tehát én nagyon helyesnek tartanám azt, hogyha a büntetjogi eszközökön teljesen túlmenően, a polgárjogi eszközökön teljesen túlmenően, a rendezvényszervezők szigorán teljesen túlmenően, a játékvezetők szigori rendszabályozásán túlmenően a közönség egészséges része kiveti magából a renitenseket és azokat, akik nem tudnak kultúrát emberek módjára viselkedni. Én azt hiszem, hogy ennek a nevelő hatása van olyan fokú, mint a büntető eszközök és a polgárjogi eszközök kilátásba helyezés.